Gary Bratzett, világhírű kézilabdázó, világ és Európa bajnok, Bajnokok Ligája győztes. És egy éve immár, sőt, elsősorban édesanya. A sport és az anyaság összefüggéseiről, az új dimenziókról és az álmokról beszélgettünk vele, olykor segítségül hívva három ugyancsak világklasszis kézilabdázó és édesanya csapattársat, Szije Solberget, Veronika Christiansent és Lynn Blomot. Játéka csak még érettebb, még erősebb lett, mióta édesanyává vált. Ki mondta ezt, és mit gondolsz róla? Ez Péter volt, az ügyvezetőnk. Nagyon aranyos tőle, hogy ezt gondolja. Elismerésként fogom fel, ami még magabiztosabbá és érettebbé tesz a pályán. Ami nekem is, a csapatnak is jól jön. És te mit gondolsz arról, mennyit változtál, mióta anya lettél? Nem hinném, hogy túl sokat változtam volna, nagyon is úgy érzem, önmagam maradtam. Csak egy másik dimenzióba kerültem, mióta édesanyja vagyok. Amióta megszületett a kisrác, nekem ő jelenti a világot. Sok időbe és energiába kerül, de rengeteg energiát vissza is kapok tőle. Ez tényleg egy teljesen más világ. A legfontosabb dimenzió lett, vagy csak egy másik? Nem tudom, azt hiszem, megőriztem a saját személyiségemet is. Még mindig megvannak a saját céljaim, a saját álmaim. Például a kézilabda pályán, ahol még mindig borzalmasan érzem magam, ha kikapunk. És persze mindig nagyon boldog vagyok, ha nyerünk. De ha például egy rossz meccs után hazamegyek, és ő otthon rám mosolyog, az más. Ő mindig mosolyog, az sem tudja, mi történt a pályán, és ez így nagyon jó érzés. Milyen érzések kavarognak benned, amikor meglátod őt, például az Audi Arena lelátóján? Amikor felnézek és meglátom a kis arcát, mindig mosolyognom kell. Nagy örömmel tölt el, hogy érzem, ő is, a férjem is támogat abban, hogy kézilabdáznak. Mert az is igaz, a kicsi még csak egy éves, nincs is más választása. Csak hogy van egy kis probléma. Egy BL győzelmed van, viszont a férjednek és a fiadnak még nem nyertél Bajnokok Ligáját. Ez valóban igaz, tényleg többet kell nyernem. És természetesen ez a célom a győrrel, ezért is hosszabbítottam. A csapat céljai is olyan nagyok, mint az enyémek. Remélem, hogy hamarosan több aranyom is lesz. Ha jól számolom, 5 éve vagy itt, és ha minden igaz, még legalább 4-et maradsz. Hány Bajnokok Ligáját szeretnél nyerni ebben az időszakban? Amennyit csak lehet, mindig nyerni akarok. Egyetlen vereséget sem írok alá. De sajnos ez nem olyan, hogy oda megyek és elveszem az aranyat. Egész szezonban keményen kell küzdeni és dolgozni azért az egy pillanatért, ami az idény utolsó napján jöhet el, hogy átvehessük a Bajnokok Ligája trófeáját. Ezt az elmúlt pár évben elszalasztottuk, már csak emiatt sem mondhatjuk, hogy oké, most megyünk és elhozzuk a kupát. Ez nem olyan könnyű. Ha rajtam múlik, a szezon hátralévő részében mindent megteszek, hogy sikerrel járjunk. De mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy mások is hatalmasat küzdenek a kupáért. Mennyit változott a napi rutinod azóta, hogy Nils megszületett? Nézzük csak, először is kialvatlan vagyok. De persze, változott. Továbbra is megyek sétálni, hiszen korábban a kutyánkkal sétáltunk nagyokat. Csak most a játszótér a célunk. És ez is csak egy sétányira van tőlünk. Természetesen változott néhány dolog. Korábban kelek például, mint előtte, de korábban is fekszem le. Melyik a legnagyobb változás az általad említett néhány közül? Azt gondolom, hogy az, ki áll a középpontban, és hogy mit tudok adni a fiamnak. Korábban volt, hogy csak tévéztem, egyszerűen pihentem, vagy elmentem sétálni a kutyával. Ma pedig élvezem, ha nézhetem, amint játszik, vagy vele játszhatok, esetleg közösen csinálhatunk valamit. Megváltoztak a hobbiaim. Ő lett a legnagyobb közülük, ez egészen biztos. Csodálatos érzés anyukának lenni, de egy teljesen másik élet. Új főnök van a házban, de egyre jobb és jobb lesz, ahogy megismerik a lányunkat. És amikor mosolyog, semmi más nem számít.
Szóval nagyon élvezzük ezt a helyzetet. Nothing else matters, so we enjoy a lot. I don't know. Még nem tudom, hogyan legyek egyszerre anya és kézilabdázó is. Most otthon van a lányom, nagyon függök az apukájától, hogy vigyázzon rá, amikor edzeni kell mennem. De ezzel együtt szabadnak érzem magam. Járok edzésre, és amikor hazamegyek, átváltok anyuka üzemmódba, ami teljesen új élmény. Nagyon élvezem, és nagyon szép kombináció a kettő. I really love that. So it's a really nice combination. A Győr Profi Klub, te pedig profi játékos vagy. Az anyaság változtatott valamit az együttműködéseteken? Azt gondolom, talán ugyanazokat a feladatokat végzem el, mint korábban. Talán csak arra van szükségem, hogy kicsit jobban menedzseljem az időmet. Nézre sok időt kell fordítanom, de szerencsére itt él velem a férjem Győrben, segít, mindenben támogat. Sok otthoni munkát magára vállal. Azt hiszem, így együtt nagyszerű kis csapat a miénk. Továbbra is megvan a pihenéshez, az alváshoz szükséges időm. Úgy érzem, most is ugyanúgy készen állok minden edzésre és mérkőzésre, mint az anyaságom előtt. Magyarországon sokszor és sokat hallunk arról, hogy kisgyerekkel nem olyan könnyű dolgozni, sportolni. Te mit gondolsz erről, és te hogyan látod a saját helyzetedet? Most úgy érzem, nagyon jól megfér egymás mellett a kettő, a gyereknevelés és a sportolás. Azt pontosan nem tudom, milyen itt Magyarországon, de a Norvégiában élő barátaim is dolgoznak, a gyerekeik óvodába járnak. Aztán hazamennek, és talán csak néhány órájuk marad elalvás előtt együtt lenni a gyerekekkel. Én most úgy érzem, rengeteg időm van napközben is, pedig sokszor kettőt is edzünk egy nap. De közben van időm hazamenni a szeretteimhez, együtt lenni velük, szóval úgy érzem, sok időm van a gyermekemre, és nagyon is élvezem ezt az időt. És a fiatban megvan már a szándék, hogy akár a csarnokban, akár otthon együtt edzem veled? Olyan még kicsi, de ha ráengedjük a pályára, imád rohangálni, nagyon szereti megfogni és eldobni a labdát. Én pedig mindig megtapsolom, ha el is dobja. Így szerintem már tudja, hogy ez jó dolog. Akkor most egy leendő norvég válogatott pályafutásának első pillanatait láthatjuk. Azt csinál majd, amit szeretne, de nagyon figyelni fogok rá, hogy labda legyen a közelében. Kézilabda vagy focilabda? Ó, igen, természetesen ő maga választhat majd, de nagyon bízom benne, hogy valami labdásportra szavaz. Akkor mondjuk azt, hogy Sander Sagosen és Erling Haaland közül kell választania. Ki lesz a favoritja? Oké, ha a pénzt nézzük, akkor legyen csak focista. De most komolyan nagyon szeretném, ha kézilabdázó lenne belőle. A szívemhez ez a sportág áll a legközelebb, és ez az a sport, amelyben a legtöbbet tudok segíteni neki. Itt sokkal több tippet tudok adni, mint a futballban. Ahhoz, hogy profi kézilabdázó legyen belőled, elszánnak kell lenned, és folyamatosan a célodra kell összpontosítanod. Naponta kis részleteken kell dolgoznod. Remélem, ezeket a tulajdonságokat megörököli tőlem, de szeretném, ha megtalálnál a saját útját is. Az elején kicsit féltem, ezért hamarabb abba hagytam a kézilabdát, mint másik játékosok szokták. De utána, amikor túléptem az első időszakon, bátrabb lettem és visszatértem az egyszerű dolgokhoz. Labdát passzoltam, kapura lőttem, szőjével játszottam, mikor ő is terhes volt, meg ilyenek. Nem csináltam robbanékony mozdulatokat, és a sprinteket is kihagytam. De futópanon edzettem, és az edzőteremben is folytattam a munkát. Ezek után szabad megkérdeznem, nem féltél attól, hogy szülés után nem tudsz visszatérni arra a szintre, hova előtte jutottál? Oké, ha őszintén és nagyon mélyen magamban nézek, el kell ismernem, hogy volt néhány mélyponton. Azt talán nem mondanám, hogy féltem tőle, de emiatt aggódtam a leginkább. Ugyanakkor a terhesség alatt végig nagyon jól éreztem magam, ahogy a szülés után is. Persze adódtak problémák, de végig bíztam magamban, hogy majd mennek az edzések, és hogy a meccseken is jól teljesítek. Nem éreztem, hogy miért nem enne, miért nem ehetne. Egyedül vívtad meg magaddal a harcot, vagy igénybe vettél segítséget is, például pszichológusét? A norvég válogatottnál mindig dolgozik velünk egy mentáltréner, akihez bármikor fordulhatunk. Párszor beszélgettem is vele erről, ami nagyon jó hatással volt rám.
Jót tesz, ha kiadhatod magadból a félelmeidet, mert akkor sokkal könnyebb megbirkózni velük. Nekem ez tényleg sokat segített. Új anyáknak azt üzenem, hogy legyenek türelmesek. Természetesen időbe telik visszatérni. Tudom, hogy pár játékos nagyon hamar visszatért a terhessége után, de hallgatnod kell a testedre. Úgy érzem, most már jobban elfogadott a női sport világában, ha szülsz egy gyereket és utána visszatérsz. Nagyon sok segítség áll most már rendelkezésre. Nekem még az is fontos volt, hogy láttam más játékosokat, akik visszatértek. Ez inspiráló, és elhitette velem, hogy én is képes vagyok rá. Ez egy nagyon jó fejlemény a női kézilabdában. Korábban a játékosok 28 évesen abbahagyták a kézilabdát, mert gyereket szerettek volna. De most sokkal tovább játszhatunk. Szóval szerintem ez csak egy pozitívum, ha a kézilabdások a karrierjük közepén szülnek egy gyereket. Mit gondolsz, játékosként és személyiségként is fejlődtél azóta, hogy Győrbe igazoltál? Azt gondolom, nagyon is sokat. Nézd, talán egy kicsit ismeretlen játékosként kerültem ide. Előtte nagyon keveset játszottam ezen a szinten. Amióta Győrben vagyok, sok tapasztalattal lettem gazdagabb a válogatottban és az Etóban is. Szürke Kisegérből csapatkapitány lettem, az egyik legrégebbi győri játékos vagyok. Ezek mind olyan események, amelyeknek köszönhetően még jobban hiszek önmagamban, a pályán és azon kívül is. Amikor meghallod a szót, hogy csapaton belüli vezérszerep, mit jelent ez számodra? Nagyon is sokat. Fontos, hogy csapaton belül valaki merjen elől a frontvonalban lenni, hogy mutassa is, ő a vezér. Nagyon szeretem, hogy nem csupán mondhatom, ki mit csináljon, hanem példákon keresztül meg is mutathatom, mit kellene, mit kell tenni. Én így szeretek dolgozni, ahogy a klub összes vezetője is. Én nagyon kedvelem ezt a stílust. I really like this style.